Az Arszenszis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület célja, hogy újraélessze a lovagi filozófiát, a hosszú kardvívást, az európai harcművészetet. Az Arszenszis jelentése a kardművészete. A hosszú kardnak hatalmas tradíciója van, sok vívókönyv maradt fönn. Fontos tudni, hogy ez egy kihalt harcművészet, nincs élő mestere, aki tovább tudná adni a vívás elméleteket és az ősi technikákat. A hosszú kard az a középkori vívásnak a legfontosabb eszköze valamiért. Van egy csomó elméletünk, hogy miért alakult ez így ki, de ha veszünk egy vívókönyvet, tipikusan így a középkor vége felé mondjuk a 14-15. Században, akkor ez az eszköz, ami leginkább dominálja. A leghosszabb rész, a legelső rész, a legfontosabb rész. Ez egy ilyen párbajfegyver is volt, ez egyben istenítélet, tehát úgynevezett bajvívás fegyver is volt, és lovagi szimbólum. Ezért is lenne a korabeli polgárok fontosat tartották, hogy fölvegyék ezt a lovagi fegyvert, hogy ők is nem esedjenek ezáltal. De mindegyik vívókönyvben van másfajta fegyver, nem is, és mi is foglalkozunk, majdnem az összesen, ami így előfordul, de ezekkel csak kisebb mértékben, külön edzéseken és edzőtáborban. Mesterek. Mesterek. Ennek a harcművészetnek a mesterei már nem léteznek. Nincsenek, hogy a mesternek hívhatnánk. Nem volt, akinek továbbadhatták volna a művészetüket. Talán abban a legkönnyebb megmagyarázni, hogy a keleti harcművészetek sokkal inkább a tradíciókhoz kötődtek, míg Európában a harcművészet a harc sokkal inkább a szükségnek felelt meg. És ahogy fejlődött a hadtudomány, egyes fegyverek már nem voltak használva a harcszereten, a harctéren más fegyvereket. Vezetekbe helyettük és korábbi fegyverek vívása feledésbe merült. És a modern kor bekövetkeztével akkor előre haladtával egyre inkább kicsúcsosodott, egészen odáig, hogy a mesterek, akik újabbat avathattak volna, meg kihaltak, nem akadtak újabb mesterek. Ezt a harcművészetet a semmiből kell újjáépíteni, kellett újjáépíteni inkább beszélni múlt időben, és Európa is világszerte számtalan vívó kutatja a régi kéziratokat, lexikonokat, kódexeket, bármiféle felelhető írásos forrást, amiből ezt a művészetet újra tudják építeni, fel tudják fedezni, el tudják dönteni, hogy melyek azok a mozdulatok, amelyek tényleg korrek, amelyek működtek, és ezek a különböző technikák olyan, hogyan is néztek ki a különböző korokban, kezdve egészen a 11., 12., 13. századtól a 17. századi számtalan fegyverrendben. Tehát a hosszú kard egy elég különleges fegyver. Első ránézésre nem tűnik valami bonyolult dolognak, de a mögötte levő több száz éves tapasztalat és tudás, ami a vívókódexeken keresztül is átszűrődik, és vívókönyveken keresztül is, az tulajdonképpen betekintést enged, hogy egy nagyon-nagyon komplikált és bonyolult mechanikai csoda. Egy olyan eszköz, amit egy bizonyos feladatra, a harcban való győzelemre, a vívásban való győzelemre találtak ki, és ez minden pontja és minden porcikája ahhoz lett tervezve, a különböző feladatok gyors végrehajtására és pontosan. Tehát ha egy korba, egy hadseregnél vagy egy társadalmán arra volt szükség, hogy a páncélokat át lehessen döfni a láncinket, akkor a kardkészítők előbb-utóbb egy nagyon kemény tengelyű, nagyon hegyes, de a nagyon vastag gerincű szúrókardot csináltak, amivel át lehetett szúrni a láncinget, és ez évszázadokon keresztül fejlődött sok irányba, hogy éppen mire volt szükség, milyen fegyverre, és ez nagyon sokszor teljesen kimagaslott, kikristásodott, és a kovácsok tudása, a kardkészítők tudása összeződőben. Jó hosszú kardnak gyorsnak kell lenni, erősnek kell lenni, és ahhoz a híváshoz, amihez tervezték, ahhoz kell megfelelni.